Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mit vár el tőled, és mit tudsz nyújtani számára? Erről van szó ennél a kirakásnál. Itt ez a kép utal az ő jelenlegi helyzetére, és te megjelensz itt a gondolataiban, megjelensz az álmaiban, te állsz itt a középpontban. És mit tudsz te nyújtani neki? A te jelenlegi helyzetedre itt ez a kártya utal. Kéz a kézben indultok egy új életúton, azt is jelentheti ez a kártya, hogy nyújtod a kezedet felé, tehát segítesz neki valamiben. És milyenek az elvárásai? Itt látható ez a ravasz róka a környezetben. Ez egy hamis személy, aki figyelget benneteket. Mivel ő úgy érzi, hogy a te környezetedben van egy rossz indulatú személy, és szeretné azt, ha te is ezt így látnád, és itt ez a sarló azt jelenti, hogy eltávolítod ezt a személyt a környezetedből. Ez lehet egy barátnő, vagy valaki a rokonságból, vagy egy kolléganő. Lehet, hogy ezt te észre sem veszed, de ő így látja a dolgokat. És ez az elvárása, hogy szakítsd meg ezt a kapcsolatot. Amit még elvár tőled, ez a levél, tehát egy hír, hogy te jelentkezz nála. Azon kívül itt látható ez a kereszt, amikor a sors utak kereszteződnek, és ez jelent egy találkozást. Tehát találkozni akar veled. Amit ez a kereszt még jelenthet, amikor elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, átgondolod a dolgokat, és elgondolkodsz azon, hogy hogyan tovább, melyik irányba. Ez jelenti a döntéseket. Tehát ezt is elvárja tőled, hogy bizonyos döntéseket hoz. És mit tudsz nyújtani számára? Itt ő látható a képen, tehát te is gondolsz rám. Nálad ő áll a középpontban, ezt tudod számára nyújtani. Itt ez a kép jelenti a kapcsolatokat, találkozásokat, ezt is tudod számára nyújtani, hogy legyenek új ismerettségek, vagy legyenek találkozások, vagy hogy közösen tervezetek valamit, találkozzatok másokkal. Itt ez a kép jelenti a változásokat, a megújulásokat. Lehet, hogy még kicsit időre van szükséged ahhoz, mire meg tudod azt valósítani, amit tervezel vele kapcsolatban, és amit ez a lepke itt jelent a képen, egy lelki kapcsolatot. Mert az ősi kultúrákban a lepke szimbolizálja a lelkünket. Tehát itt megvan köztetek ez a lelki kapcsolat mély érzelmekkel. Bízhat benned. És itt látható, hogy mennyire jó indulatú vagy vele szemben. Most itt jobb oldalon a képeken megtekintjük, hogy ki vagy mi befolyásol benneteket. Itt újra megjelenik a ravasz róka, az azt jelenti, valaki figyelget benneteket, lehet, hogy irigy, és rossz indulatú. Ez itt van a környezetben. Ez a ház utalhat a szomszédokra, utalhat a családra, ismerősökre. Itt a környezetben megjelenik ez a ravasz róka, utal hazugságokra, arra is, hogy valaki megpróbál becsapni téged, vagy őt, vagy mindkettőtöknek,
légy óvatos, mert itt a környezetben megjelenik a hamisság. Nem csak itt látható a ravasz róka, hanem itt is megjelenik. De át fogod látni a dolgokat, tudni fogod, hogy kiről vagy miről van szó, és utána meg lesz itt az életerő, védeni tudod magadat, és meg lesz ahhoz az erő, a bátorság, hogy kettőtök között kialakuljon ez a tartós párkapcsolat kéz a kézben. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!